2023-ban is folytatódott a sátor a Jóhely Kazinczy Ferenc Múzeumban 2021 őszén útnak indult harmadik félidő bisztró című előadás sorozat. Az intézmény Hátsó Füves nevű kiállításához kapcsolódó eseményeken mindig egy a labdarúgáshoz valamilyen módon kötődő előadót hívnak. Legújabb vendégük Telek András egykori 24-szeres válogatott játékos, a Ferencvárosi Védelem egykori oszlopa volt, akivel 1995-ös BL szerepléséről, a válogatottról, a kassai sikerekről és a visszavonult futballcsillagok kihívásairól beszélgetett Csillag Péter, a Nemzeti Sport főmunkatársa. Az egykori hátvéd az élményeiről is beszélt. Az egyik legizgalmasabb meccs, hogy az embernek az első mérkőzés a felnőtt csapatban. Nekem ez egy felkészülési mérkőzés volt a Népligetben, úgyhogy akkor nagyon izgultam, még véletlenül gólt is rúgtam, tehát ez volt az első. Az első válogatott mérkőzés is nagyon izgalmas. Nekem az a Népstadionban volt, Ausztria ellen nyertünk 2-1-re, úgyhogy az egy nagyon pozitív élmény volt, és hát nagyon pozitív élmény volt, amikor a BL-be is ugye először játszhattunk úgy, hogy csoportmérkőzést, úgyhogy ezek mind-mind olyan sarokkövek voltak az életemben, amire sose felejtem el. Az egykori labdarúgó szerint vannak olyan játékosok, akik gyakran váltanak klubokat, az egyéni érvényesülés vágyát vagy a jobb ajánlatokat követve. Azonban vannak olyanok is, akik egy életen át egy adott klubban rúgják a bőrt. Kötődés nagyon fontos tud lenni, ugyan ha azt nézzük nálunk a Fradiban, egyik ilyen legfontosabb emblematikus alak számomra azt hiszem Albert Florián volt, aki tényleg egy világklasszis volt, és egész életében a Ferencváros szolgálta. Úgyhogy nagyon sok idézett mondat van tőle, hogy tényleg ő az üllői fág között érezte jól magát egész életében. Úgyhogy én is ott nőttem fel, én is nagyon kötöttem a Ferencvároshoz, úgyhogy az ember szerintem fontos, hogyha tud valahova kötődni, és nem minden évben máshol futballozik. A beszélgetés nagy érdeklődést váltott ki, így a szervezők számára nem kérdés, hogy a harmadik félidő bisztró sorozatnak lesz még folytatása.